javuló tendencia, jóval kevesebb lett évelejére a koronavírus fertőzött Máté Szalkán. Áfa csökkentés 5%-ra mérséklődött az új építésű ingatlan áfája vásárlás esetén, és további kedvezmények is igénybe vehetőek. A kis települések éve közel 2,5 milliárd forint hazai forrást nyertek az 5-ös számú választókerület falvai a Magyar Falu programban. 2047 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, 118 beteg hunyt el. A gyógyultak száma folyamatosan nő, az aktív fertőzöttek száma pedig csökkent. Köszöntöm Önöket, a Kölcsei Televízió híradóját látják. A kormány döntése értelmében kedd éjféltől Magyarország nemzetközi légi kikötői ismételten fogadhatnak az Egyesült Királyság területéről induló légi járműveket. A beutazási korlátozásokról szóló kormányrendelet továbbra is hatályban van. A hazánk területére személyforgalomban érkező magyar állampolgár az jogszabály által előírt karantén kötelezettség alapján továbbra is hatósági házi karanténba kerül. Jelentősen 3/4 évvel csökkent január elejére a mátészalkai koronavírus fertőzöttek száma. A városban több mint 100 köznevelési és közoktatási dolgozót teszteltek a napokban. Az eredmények szerint egyetlen pozitív esetet sem regisztráltak. Az oltás időközben az egészségügyi dolgozók után a szociális szférában tevékenykedő körében is elkezdődött. Felelősségteljesen teltek az évvégi ünnepek Máté Szalkán. A helyiek kimagasló jogkövető magatartásról tettek tanúbizonyságot. Ezt a város polgármestere jelentette be kedden a közösségi oldalán közzétett videójában. Szenzációsan jó hírem van. Hannusi Péter idei első beszámolójában már is biztató információkkal tudott szolgálni a koronavírus fertőzöttek számát illetően. A két ünnep közötti bejelentésemmel ellentétesen, ahol majdnem 40 főt említettem azoknak a száma tekintetében, akik pozitív, visszaigazolt koronavírusos fertőzött személyek Máté Szalkán. A mai napon tudomásom szerint 10 fő van, aki koronavírusos esetnek számít. Ez egy óriási csökkenés, ez egy csaknem 75%-os csökkenés jelent, ami nagyon-nagyon fontos előrelépés. A városvezető elmondása szerint a szoros kontaktok száma is nagyjából megegyezik a fertőzöttekével. Az elmúlt hétvégén országszerte ingyenes tesztelést végeztek a pedagógusok, óvodapedagógusok, köznevelési és közoktatási szakemberek körében. Máté Szalka térségében több mint 250-en vettek ezen részt, közülük 119-en dolgoznak a város intézményeiben. Ők mindannyian negatívnak bizonyultak. A politikus beszélt arról is, hogy nemrég megkezdődött az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni oltása, és szerdán már egy másik területen is elindulhatott a vakcinázás. Dr. Szondi Zita megyei intézményvezető asszony felkérésére felmértük a szociális szférában dolgozók körében azok számát, akik jelentkeznek első körben koronavírus elleni védőoltásra. 29 fő jelentkezett, mind a 29 fő megkapja 6. és 8. között Nyíregyházán a védőoltást. Hannusi Péter bízik abban, hogy a járványügyi helyzet szempontjából jó év kezdet után a folytatásban is marad ez a tendencia. 27%-ról 5%-ra csökkent az új építésű ingatlanvásárlás áfája. A csökkentett adóterhek mellett az adó teljes visszaigénylésére és illetékmentességére is jogosultá válhatnak azok, akik családi otthonteremtési kedvezményt is igénybe vesznek az új lakásvásárlásukhoz. A január 1-én hatályba lépett jogszabály szerint 27%-os helyett 5%-os áfa terheli az új építésű lakások értékesítését, valamint az újépítésű lakások vállalkozási szerződés keretében történő megépítése kapcsán az építési szolgáltatás ellenértékét. A csökkentett adóterhek meghatározott feltételek esetén teljesülnek. Ez a kedvezmény akkor vehető igénybe, hogyha a lakás alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert, illetve ha a lakóház vásárlásáról van szó, akkor pedig 300 négyzetméter ez a határ. Illetve van egy másik
kedvezmény is. Itt el kell különíteni az újépítésű ingatlan vásárlását, illetve azt az újépítésű lakást, amit mi magunk építünk fel, nem generál kivitelezéssel. Ebben az esetben a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák után lehet visszaigényelni legfeljebb 5 millió forintot. Az adófizetési tétel mérséklése mellett teljes adó visszatérítési támogatásra, valamint a 4%-os vízterhes vagyonszerzési illeték megfizetése alóli mentességre is lehetőség nyílik a családoknak csok felvétele esetén. Bruttó 50 millió forintos ingatlan vásárlása esetén ez a következőket jelenti. Az áfa csökkentés miatt akár 11 millió forinttal is alacsonyabb lehet a vételár. Ez ugye akkor érvényesül, ha úgy számol a kivitelező is, hogy ezt az áfa csökkentést teljes mértékben figyelembe veszi. Illetve akkor, ha úgy nézzük, akkor csak az áfa csökkentés miatt 50 millió forintról, akár 39 millió forintra is csökkenhet egy újépítési ingatlannak az ára. Ezen felül, hogyha egy csokos vevő veszi meg az ingatlant, akkor ugye ő a kifizetett 5% áfát is vissza tudja igényelni, ami egy 50 millió forintos ingatlannal számolva további 2,5 millió forintot jelent a számukra. A csökkentett áfa kulcsot 2022 végéig lehet majd alkalmazni, de azokra a lakásokra, amelyek eddig az időpontig megkapják az építési engedélyt, egészen 2026 végéig alkalmazható majd az 5%-os áfa mérték. Megközelítőleg 2,5 milliárd forint támogatást kapta 2020-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5-ös számú választókerületének kistelepülései a Magyar Falu programban. A térségben az egyházi és civil szervezetek is számos beruházást hajtottak végre. Az új Európai Uniós fejlesztési ciklus elején a gazdaság élénkítés és a turizmus fellendítése lehet középpontban. Az egészségügyi ellátórendszer megerősítése mellett a munkahelyek megvédése volt az első számú feladat, az 5-ös számú választókerületben is. A gazdaság működőképességének fenntartásában nagyobb hangsúlyt kapott az üzleti szektor igényeinek felmérése és az adóterhek csökkentése. Különösen igaz ez a turizmus és a szolgáltatási ágazatra, ahol többek között a társadalombiztosítási járulék elengedése nyújtott nagy segítséget a bajba jutott vállalkozásoknak. A kialakult válság az önkormányzatokat is váratlan helyzet elé állította, számos településnek okozott nehézséget, hogy kivitelezőt találjon beruházásaik megvalósításához. Ennek következtében voltak olyan fejlesztések, amelyek a vártnál később kezdődhettek csak el. A térség országgyűlési képviselője szerint ennek ellenére is eredményes évet sikerült zárni, jelenleg pedig már az induló új 7 éves Európai Uniós fejlesztési ciklus tervezése van folyamatban. Itt elsősorban a gazdasági élénkítésre fogunk koncentrálni, illetve nagyon fontos a gazdaságon belül a turisztika, feldolgozóipar feladatait, illetve lehetőségeit vizsgáljuk. Ezen belül én a saját 44 településemről tudok nyilatkozni, mi egy Szabolcs 05 nevű önkormányzati társulást hoztunk létre, és ez a társulás már túl van az első fordulós tárgyalásokon, ahol igényeket mérünk fel az önkormányzatoknak, hogy ki mit szeretne csinálni. Ebben identitásában is keressük a településeknek a válaszát, hogy mitől alakult ki, milyen jövőképet látnak maguk előtt, milyen SWOT-analízisben erősségük, gyengeségük van, milyen erőforrás térképeket tudnak felrajzolni maguknak, milyen turisztikai attrakciók vannak esetleg. Ezekkel az információkkal próbálunk neki menni a következő fejlesztési időszaknak, hogy egymásra épülve csináljuk olyan fejlesztéseket, ami nem a másik település kárára, hanem egymás kiegészítve tudjuk fejleszteni. Ehhez pedig nagy segítség lehet, hogy a versenyképes Magyarország operatív programon keresztül minden eddiginél több, mint egy 150 milliárd forint áll majd rendelkezésre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kovács Sándor elmondta, választókerületében a kis települések minden eddiginél nagyobb aktivitást mutattak a Magyar Falu programban, így a legdinamikusabb fejlődés ezekben a falvakban volt tapasztalható. Minden település kapott valamit, hogy így fogalmazzak. A szám az körülbelül olyan 2,1 milliárd forint volt, és ezen felül még számolunk körülbelül 300 millió forintot, amit ugye Magyar Falu programból, a közúton keresztül valósítottunk meg, mert az állami 4 és 5 személyi útak, amik átmennek a településeken, az is Magyar Falu program keretéből, országos keretből, nem az önkormányzatok pályájában, hanem egy dedikált forrásba a közúton keresztül valósultak meg. Tehát összesen egy olyan 2,4-2,5 milliárd forint beruházás volt. A képviselő hozzátette, a civil és egyházi szervezetek is sikeresen pályáztak a hazai forrásokra.
Az utóbbiak az ötös számú választókerületben az elmúlt egy év során több mint 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kaptak, mindezzel pedig nem csak az infrastruktúrát, hanem a közösségek identitását és összekapcsolását is sikerült megerősíteni. 16 illegális migráns tartóztattak fel a rendőrök Nyírmihajdiban. A hatóság szakemberei lakossági bejelentést követően ellenőriztek egy román kisbuszt és annak 29 éves román állampolgárságú járművezetőjét ma hajnalban. A rendőrök a jármű rakterében 16 illegális határsértőt találtak, akik szír állampolgárnak vallották magukat, azonban személyazonosságukat és Magyarországon való jogszerű tartózkodásukat nem tudták igazolni. A rendőrök a külföldi személyeket előállították a nyírbátori határrendészeti kirendeltségre. A 29 éves sofőrrel szemben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság migrációs ügyek osztálya embercsempész és bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Új beléptető és parkolórendszer üzemeltetését indította el a Nyírvévé Nonprofit Kft. Január 1-én a Vásártéren, közismert nevén a KGST piacon. Nyíregyházán több helyszínen is működik hasonló automata, a sorompó nyitása, a parkolójegy nyomtatással együtt a sorompónál található készülék gombjának megnyomásával történik. A fizetés így már nem a behajtáskor a helypénzes munkatársaknál, hanem a nagybani piac területén található automatáknál zajlik. Az egyszeri behajtás, azaz a parkolás továbbra is 250 forint. A rendszert saját 12 millió forintos forrásból tavaly alakította ki a Nyírvévé Nonprofit Kft. Olyan időpontot kerestünk az indításra, amikor is relatíve egy kisebb forgalom mellett akadálymentesebben tudjuk bevezetni ezt az új rendszert. Valószínűleg nehézséget okozott volna a karácsonyi nagyobb forgalom idején ennek a rendszernek a bevezetése. Számtalanszor felvetődött az a probléma, hogy a vásártérre érkező autók, vásárlók forgalmi akadályt okoznak a Tokaji úton egészen a körútig bedugult a város. Ugye ez a beléptetéskor megfizetett egyszeri belépési díj során felmerült időveszteség okozta, pénzkeresgetés, apró válogatás az autóban, tehát nem mindenki készítette elő a 250 forintot minden egyes alkalommal. Reményeink szerint ezzel a behajtást el tudjuk gyorsítani, ugyanis egy gombnyomást követően automatikusan tudnak az autók egymás után haladni a piac területére. Új ingyenes álláskeresési portált indított a magyar kormány, hogy erősítse a munkát keresők és a vállalkozások közötti kapcsolatot. Már az induláskor több mint 200 állásajánlat volt elérhető. A könnyen áttekinthető portál személyes tanácsadással és call center támogatással is az ügyfelek rendelkezésére áll. A társaság, hogy érdemben megkönnyítse a munkaerő közvetítést, létrehozta a karrierem.hu weboldalt. A felhasználó barát díjmentes portál célja a munkaerő toborzás mellett a foglalkoztatás bővítése és az eddigi eredmények megvédése. A hazai vállalkozások számára lehetővé teszi az üres álláshelyek meghirdetését, az alkalmas jelöltek előszűrését és megszólítását. Az oldal már az indulásakor több mint 200 állásajánlatot tartalmazott. A piaci alapú állásportálokkal ellentétben a karrierem oldal használata minden érdeklődő számára díjmentes. A könnyen áttekinthető felépítésű portál személyes tanácsadással és call center támogatással áll az ügyfelek rendelkezésére. Legfőbb erőssége, hogy a munkaadó által megjelölt elvárások az állás feltöltéséhez szükséges kompetenciák alapján automatikus előszűrést végez, ezzel nagyban megkönnyíti az álláskeresők dolgát is. Az állásportál munkatársai minden esetben ellenőrzik a feltöltött álláskeresői, munkaadói profilokat és állásajánlatokat, ami garanciát jelent, csak a valós hirdetések, létező cégek és személyek szerepelnek így az oldalon. A keresés a munkaadó által elvárt kulcskompetenciákat is figyelembe veszi, a munkavállaló pedig megjelölheti a konkrét munkakört, vagy akár az elvárt iskolai végzettséget is. A portált folyamatosan fejlesztik, és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően alakítják. A hét elején elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus, 3 játékos távozott, és eddig 2 új futballista csatlakozott a kerethez. A Spari a január utolsó napján esedékes tavaszi rajtig 4 edzőmeccset játszik, elsőként szombaton a Kazincz Barcikát fogadja Gálhidi György együttese.
A rövid téli szünetet követően vasárnap találkoztak a Spari játékosai, akik december 28-a óta egyéni edzéstel alapján készültek. A kötelező koronavírus teszt után két csoportban kezdődött el a munka, a műfüves pályán és a konditeremben vezényel edzéseket a Gálhidi György vezette szakmai stáb. Az őszi kerethez képest történtek változások, a Kisvárdához fél évre kölcsönbe kerülő Ötvös Bence már nincs a többiekkel, de rajta kívül is vannak hiányzók, illetve érkeztek új játékosok is. A Gyurján Bence és a Kárték Bálint távozott a klubtól. Nem csak a teljesítményükkel voltunk elégedetlenek, egy kicsit ellenzékbe vonultak, és nem igazán segítették a közös munkát. Két érkező az már biztos, a Szokolcs Zsolt, őt nem kell bemutatni, hiszen aztán 3 évet töltött el itt Nyíregyházán, egy ragyogó védőjátékos, akár jobb hátvédbe, akár belső védőként is tudjuk őt használni. Úgyhogy tőle sokat várunk, és az amúgy is elég stabil védekezésünket, vagy védelmünket igyekszünk még ővele megerősíteni, és nagyon szeretnénk minél több kapott gól nélküli mérkőzést lejátszani. A másik érkező sem ismeretlen, hiszen a Paku Roland is itt volt, amikor a Pistavácsival, meg a Lucsácki Tomival felkerült a csapat. Meghatározó játékosa volt akkor is a csapatnak, és most is szeretnénk a középpályát megerősíteni, és ehhez ő pedig ideális alany. A 30 esztendő Szokolcs Zsolt a nyíregyházi évek után megfordult a Vasasnál, játszott Svájcban, legutóbb pedig az NB3-as sényű futballistája volt. Természetesen volt olyan gondolatom, hogyha esetleg jól megy a játék sényűn, és meg tudom mutatni, akkor hát, ha itt a Spajlánál újra fel tudnak figyelni rám, és nyilván mindent beladtam a meccseken, mindent bele is szoktam adni, így örülök neki nagyon, hogy felfigyeltek rám, és akkor Pástenek sikerült, hogy egy osztálya feljebb lépjek megint. A tavaszi rajton január 31-én a Soroksát fogadja a Spari, addig megfelelő formába kell kerülni a csapatnak. Ezen a héten aerob munkát végzünk, ami azt jelenti, hogy ilyen 160-170-es pulzussal, tehát még nem savasodnak a játékosok, egy ilyen könnyű ritmusba dolgozunk, és a következő hét az nagyon kemény lesz. Ott az edzőmérkőzések is nagyon komoly ellenfelekkel, egy kicsit üti egymást ez, kicsit túl erős a két ellenfél, a Paks és a Debrecen ebbe az időszakban, de azt már előre is mondom, hogy nem az számít, hogy ebbe az időszakban minden eredményeket érünk el, hanem az, hogy összeálljon a csapat, technikailag, taktikailag és fizikálisan elsősorban tudjunk komolyan dolgozni. Az említett két meccs mellett még két előkészületi mérkőzés játszik a Nyíregyháza, most szombaton a Kazincbarcikát, január 23-án pedig a Tiszakécskét fogadja Gálhidi György együttese. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Jelentősen 3/4-ével 10 főre csökkent január elejére a Mátészalkai koronavírus fertőzöttek száma. A városban mintegy 120 köznevelési és közoktatási dolgozót teszteltek a napokban, az eredmények szerint pedig egyetlen pozitív esetet sem regisztráltak. Az oltás közben az egészségügyi dolgozók után a szociális szférában tevékenykedők körében is elkezdődött, péntekig közel 30-an élnek a lehetőséggel. 27%-ról 5%-ra csökkent az új építésű ingatlan vásárlás áfája, a csökkentett adóterhek mellett az adót teljes visszaigénylésére és illetékmentességére is jogosultá válhatnak azok, akik családi otthonteremtési kedvezményt is igénybe vesznek az új lakásvásárlásukhoz. Dinamikusan fejlődtek a kis települések 2020-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5-ös számú választókerületében. A térség önkormányzatai a Magyar Falu programnak köszönhetően közel 2,5 milliárd forint támogatásban részesültek. Az elmúlt egy év során elsősorban a vállalkozások és a munkahelyek megvédése volt a cél. 2021-től ismét a fejlesztéseké lehet a főszerep, amire minden eddiginél nagyobb Európai Uniós forrás áll majd rendelkezésre. Új beléptető és parkolórendszer üzemeltetését indított el a Nyírvévé Nonprofit Kft. Január 1-én a Vásártéren, közismert nevén a KGST piacon. Nyíregyházán több helyszínen is működik hasonló automata, a sorompó nyitása, a parkolójegy nyomtatással együtt a sorompónál található készülék gombjának megnyomásával történik. A fizetés így már nem a behajtáskor a helypénzes munkatársaknál, hanem a nagybani piac területén található automatáknál zajlik. Az egyszeri behajtás, azaz a parkolás továbbra is 250 forint. A rendszert saját 12 millió forintos forrásból tavaly alakította ki a Nyírvévé Nonprofit Kft.
Január 6-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este várjuk legközelebb Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Az összefüggő felhőzet egyre szakadozottabbá válik, éjszaka párássá válik a levegő, a térség keleti részén tartósabb gyenge eső is előfordulhat. A délnyugati szél helyenként megélénkül. Holnap általában gomoly felhős napos idő várható, keleten azonban tartósabban felhős maradhat az ég. A nyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 fok körül alakul. A következő időszakban már hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap, és csapadéknak is szinte minden nap van esélye. Az eső mellett egyre inkább a havas eső, havazás lehet a jellemző. Egyre nagyobb területre térnek vissza a reggeli fagyok.